Köszönöm kedves nézőinket gazdasági magazin műsorunkkal. A hőmérséklet csökkenésével megkezdődött a téli gumik időszaka. A csere 7 fok alatt ajánlott, városunkban már sokan át is álltak, bár egy kalocsai gumiszervízben az újabb dömpingre az első havazás követően is számítanak. Lekerült a nyári és felkerül a téli. Készül a gumicsere a kalocsai szervízben. A hetekben beköszöntött hideg időjárás miatt már egyre sürgetőbbé válik a téli gumira való átállás, hiszen 7 fok alatt a nyári gumi anyaga megkeményedik, ezáltal nem tapad megfelelően az úttestre. Kalocsán már sokan váltottak, stábunk ott járt, akkor is egymást követték az autósok a gumiszervízben. A szakember hangsúlyozta, fontos ez időben történő átállás. A vezetés biztonságában is ugye nagyon sok szerepet játszik a gumi, ami ugye az autónak a tapadását adja, az útfelület az úton tudjunk maradni normálisan. Ugye itt a gumikeverék elosztásában nagy szerepe van, mivel egy téli gumi sokkal puhább gyártású, mint egy nyári gumi, ugye a kopás állósága miatt, illetve a tapadás szempontjából ugye télen keményebb az aszfalt, illetve ilyenkor jobban kell a tapadása az autónak, hogy az útesen tudjunk maradni. És mi a különbség a téli gumi és a nyári gumi között esetleg így minőségben ránézésre? Hogy tudjuk ezt megkülönböztetni? A futófelületen alapból látszik, hogy milyen gumiról beszélünk, most egy téli, illetve egy nyári gumiról. A nyári gumi ugye nyáron inkább esővel találkozunk, meg szárassággal. Ott sok az esőborda, az eső elvezetés szempontjából, ugye, ott ugye a vízfekvést el tudjuk kerülni, felfutást. Télen pedig ugye a jég, illetve az a keverék aránya miatt van a jég, hogy puhább gumi legyen, illetve vannak benne hólamellák, hogy öntisztuljon a gumionk, elakadunk egy nagy hóba, ahogy fordul a kér, pörgetjük a kereket, ki tudja tisztítani magát, és akkor új havat tudjon fogni, és akkor tudunk előre haladni. És mi történik akkor, hogyha valaki esetleg a nyári gumiját fönt hagyja télen, ez miért veszélyes, illetve mi történik olyankor azzal a gumival, mert jól tudom, akkor tönkre megy? Nem mondanám, hogy tönkre megy, hogy fönhagyja a nyári gumit, illetve nem tud vele közlekedni, illetve erre azt szoktam mondani, hogy mi olcsóban dolgozunk, mint a kaszni is, hogyha például összetöri az autót ugye a nyári gumival. Mert most szerintem olcsóbb fölrakni a téli gumit, vagy venni téli gumit, és az úttesten maradni, mint autót javítani állandóan. És ugye van egy olyan, hogyha jól tudom, hogy ilyen 4 évszakos gumi, ez mire jó, illetve hogyha ellenzik, akkor miért? Magyarországon még annyira nem elterjedt, de most már azért nagyobb hőingvások vannak itt Magyarországon. Inkább ezt a 4 évszakos gumit Angliában, inkább ott a golf áramlata ugye behatárolja, hogy nincs nagyon hideg, nincs nagyon meleg. Illetve ők inkább azért használják ezt a 4 évszakost. Most itt azért szoktuk itt a környékbe ajánlani, akik mondjuk keveset használják az autót, hogy ne kelljen olyan nagy költségbe verni magukat, mondjuk évente 5000 km-t mennek az autóval, egy kisebb, hosszabb táv, vagy csak a városon belül, azoknak ajánlani szoktuk a 4 évszakost, hogy a költség hatékonyabb. De aki mondjuk 30-40 ezeret leteker egy évbe, annak ugye úgymond jobb megoldás a téli, illetve nyári gumi kopás szempontjából. És most úgy nagyjából mennyibe kerül egy téli gumi, illetve nálatok egy ilyen gumicsere? És illetve mennyi ideig tart egy ilyen gumicsere? Próbáljuk a gumicserét minél gyorsabban megoldani, hogy a kuncsaftak pörögjenek, hogy vége legyen úgymond a szezonnak. Gumi árban én annyit tudok mondani, hogy 5000-től 150 ezer forintig vannak gumiárak, ugye ez mérettől függő, minőségtől, de mondjuk egy adott méretben lehet 40 ezer forint eltér is márka, illetve minőség ugye függvényében eltérések. Ha valaki ide hozza hozzátok az autóját egy cserére, akkor mi történik pontosan vele? Pontosan beállunk, vagy hát ugye megkérdezzük, hogy mi is a defekt, vagy gumicsere, vagy árajánlat jött. Hogyha a gumicseréről van szó, akkor beállunk vele, hogy beáll a kuncsaft, felmérjük a gumi minőségét, amit hozott, vagy itt van neki letárolva, mert tartunk gumihotelt is. Ezt méregeljük, és akkor úgy hát kicentírozzuk, felpumpáljuk az ügyfélnek, és felrakjuk az autójára. Fölcsavarozzuk, és a bezsákóval szépen visszarakjuk az autójába, és jó utat kívánunk. És a nyári gumit, az hogy célszerű tárolni ilyenkor télen? Hűvös, napfényt védett helyen, mert a guminak a legfőbb ellenfele az UV. Az megöli úgymond a gumit, garázsba, a pincébe, és minél észszerűbb, hogyha föl van fújva a kerék, már mint hogy felnőtt van, akkor egymásra nyugodtan lehet pakolni, illetve lehet kapni már egy állványt is,
azt így annyira nem szoktuk preferálni, de lehet azt is nyugodtan használni. Illetve még olyan is, hogyha nem tudjuk ezt a napfénymentes helyet biztosítani a guminak, akkor például van olyan gumiápolószerek, amit mondjuk a naptej megvédi a gumit a károsodásoktól. És mikor célszerű ezt a téli gumicserét elvégeztetni, illetve hozzátok mennyire időben jönnek az emberek cserére? Most nagyon elkaptuk a frontot, úgyhogy, de én azt mondom mindig, hogy észszerűbb időbe lecserélni, mint például az utolsó pillanatokba kapkodni, amikor már fagy az út, reggel korán kell kelni véletlenül, el kell jutni valahova, és akkor már érződik, hogy egy kicsit a kanyarba nyúlik az autó, onnantól már azért óvatosabban kell vezetni, ezért észszerűbb azt mondom, hogy lecserélni előtte, vagy hát kicsit korábban előtte, mert akkor úgy már az ember maga biztonságot ad a vezetésbe. És a nagy dömpingen már túl vagytok, vagy még ezután jönnek így a legtöbben? Még azért az első havat várjuk meg, lesznek még itt mutatványok, de most már azt mondom, hogy a 60-70%-a már lement így a november vége felé. Érdemes tehát igyekeznie azoknak, akik még nem váltottak, hiszen sokszor nagy bajt előzhet meg a jól megválasztott abroncs. A következő év elején több pályázati lehetőség is megnyílik, így magán személyek, illetve vállalatok is indulhatnak elsősorban eszközbeszerzésre és épületfelújításra. De borszőlő ültetvény telepítésére is lehetőség nyílik februártól, melynek köszönhetően akár egyénenként 75 millió forint vissza nem térített támogatás is elnyerhető. Újabb pályázati lehetőségek nyílnak meg a gazdák előtt a közeljövőben. Ilyen például a borszülő ültetvény telepítésének támogatása is, mellyel akár milliós összeg is elnyerhető. Maga a pályázat az február 15-től fog indulni, országosan 4 milliárd keret áll majd rendelkezésre. A kertészeti kultúrát művelőknek, ugye konkrétan a borszültetvénynek a telepítésére, 50%-os a támogatásnak az intenzitása, fiatal gazdák, illetve konzorciumi pályázók esetén plusz 10% ponttal nő, tehát akár 70%-os lehet a maga támogatási intenzitás, 75 millió forintot tudnak igényelni maximálisan egyéni projekt esetén, konzorciumi pályázó esetén 150 millió forintot. Konkrétan ugye mire lett pályázó, ugye ez a legfontosabb kérdés, új borszőlőültetvényeknek a telepítésére, a hozzá kapcsolódó támrendszereknek a kialakítására elsősorban, valamint az ehhez kapcsolódó öntözésfejlesztési beruházásokra, gondolok itt infrastruktúrális beruházásokra, például szerelvények, szűrők cseréjére, újak megvételére, mérőberendezéseknek a megvételére, vagy víztározók kialakítására is. A pályázattal elsősorban a fiatal gazdáknak szeretnének segítséget nyújtani, ám nagyon jó lehetőséget biztosít azoknak is, akik már rendelkeznek szőlőültetvénnyel vagy bort állítanak elő. Ez a 75 millió forint egyéni projekt esetén, tehát ez a maximális támogatott összeg. Konkrétanban, hogyha belemegyünk, akkor ez ugyan össze, hogy hektáronként kb. 3 millió forint az, amit tud igényelni egy gazda. Ez úgy áll össze, hogy új telepítésre 1 millió forintot tud igényelni, itt minimum a dugvány, illetve oltvány száma az 5000 darab hektáronként, 1 millió forintot a támrendszer kilakítására tud maximálisan igénybe venni, illetve 1 millió forintot a talaj előkészítésére, tápanyagfeltöltésre tud 12%-os átlagos lejtésig. Hogyha a 12%-os lejtést meghaladja az adott felszín, akkor 2 millió forintot tud igényelni hektáronként a gazda. De kritériumok is vannak. Az ültetvénynek el kell érni a 0,25 hektár nagyságot a támogatás elnyeréséhez, illetve a legkisebb táblaméretnek is minimum 0,25 hektárnak kell lennie. Ami az alapfeltétel, ugye ez a minimális üzemméret, ez a 6000 ST üzemméret, illetve az egy teljes lezárt üzleti év, valamint az 51%-os mezőgazdasági árbevétel a megelőző évben. Tehát ezek az alapfeltételek, és ugye, amit említettem, a fiatal gazdák, akik plusz 10% pontban részesülnek, azok 60%-os intenzitásban részesülnek, illetve akik 5 gazda összeáll, tehát konzorciumot alkotnak, azok kapnak még plusz 10% pontot. Azonban nem csupán ez a lehetőség nyílik most meg, és nem csak a gazdák számára, hiszen több pályázat is indul a közeljövőben, köztük két olyan, melyen kizárólag a kalocsaiak és környékbeliek vehetnek részt. Itt is több új, nagyobb pályázatról tudok beszámolni. Van egy ipari jellegűbb a KKV-k innovációs fejlesztése pályázat. Itt konkrétan a mezőgazdaságon belül csak a innovációs fejlesztések vannak támogatva, tehát főképp ipari jellegű beruházásokat támogatnak, könnyű, nehézipar, orvostechnológiai műszerek, gumi, fém megmunkálási fejlesztések,
Itt nagyon fontos, hogy nem él a vidéki lehatárolás térség, tehát innen Kalocsáról is tudnak pályázni, maximálisan 15 millió forintot tudnak igénybe venni. Ha olyan új technológiát, eljárást vezetnek be ez a pályázatnak a segítségével, ami új terméket, illetve új szolgáltatást hoz létre. Ezen kívül fontos megjegyezni, hogy a LEADER pályázatok is megjelennek, január 2-ától lehet ezekre pályázni. Ugye Kalocsa az Üdekunság Vidékfejlesztési Egyesület helyi akciócsoporthoz tartozik. Jelenleg 2 pályázat van, amit ők meghirdettek. Az egyik az egy olyan együttműködést támogat, ami a civil szervezetek, illetve a helyi vállalkozások között jön létre. Tehát egy ilyen felhívás jelent meg, illetve helyi termék fejlesztésére lehet most pályázni, gondolok itt az előállításra, a feldolgozásra és az értékesítésre. Tehát akár vállalkozók, illetve magánszemélyek tudnak helyi termék fejlesztésére pályázni ezen a LEADER pályázaton belül. Itt elsősorban eszköz és gép beszerzésére nyílik alkalom, mint például anyagmozgatáshoz, raktározáshoz vagy csomagoláshoz használható új berendezések. De ez mellett a támogatás felhasználható még építésre, épület felújítására, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására, online megjelenésre és promóciós tevékenységre is, melyekre az elnyerhető legkisebb támogatás 500 ezer forint, még a legnagyobb 5 millió. De ezen kívül hamarosan egy országos lehetőség is megnyílik. Energetikai hatékonyságot javító pályázat. Itt konkrétan 3 kiemelt réteg van, a kertészeti üzemek, a mezőgazdasági feldolgozó üzemek és az élelmiszer feldolgozó üzemek. Itt konkrétan gondolok a melegvíz hűtési, fűtési rendszerek korszerűsítésére, akár napelemes, tehát megújuló energiának a fejlesztésére, illetve a belső beépített technológiáinak a fejlesztésére. Ez a pályázat is február végén fog megjelenni. Ezek a pályázatok a jövő év elején indulnak. Szigeti Tamás elmondása alapján az emberek egyre érdeklődőbbek a pályázatok iránt, melyek ezáltal egyre jobbá is válnak. A kedv az mindenképpen van rá igény, tehát a magák a pályázati felhívások nagyon jók. Hát 2 véglet van, valaki nagyon tájékozott, és azzal úgymond kevesebb dolgunk van, hogyha beindít az irodába és áttárgyaljuk magát a tervét, van, aki meg egyáltalán nem. Tehát azt mondom, hogy ezt a 2 végletet tudjuk elválasztani. Nyilván az a dolgunk nekünk is, hogy minél többen értesüljenek ezekről a lehetőségekről, de tehát az interneten ezt felelhetőek, tehát akárki tudna erről tudomást szerezni. Összesen 8 felsőoktatási intézmény települt ki nemrégiben a Szent István gimnáziumba. Többek közt egyetemi hallgatók érkeztek, hogy bemutassák az intézményeket, az általuk kínált képzési lehetőségeket, illetve a főiskolás életet a pályaválasztás előtt álló diákoknak. Kiállítás, tanácsadás, karrierteszt és előadások. Többek közt ezt kínálta a diákok számára a pályaorientációs nap a Kalocsai Szent István gimnáziumban. Felsőoktatási intézmények képviselői érkeztek az iskolába, hogy iránymutatást adjanak a továbbtanulási lehetőségeikről a diákok számára. Hát ez a jubileumi első alkalom, amikor megrendezésre kerül, és az az apropója, hogy az idei tanévrendje miniszteri rendeletben minden iskola számára egy tanítási nélküli munkanapot a pályaorientációs foglalkozások lebonyolítására kell fordítani az iskoláknak. Ennek megfelelően mi is az idei tanévben próbáltuk úgy megszervezni ezt a napot, hogy hasznos információkat kapjanak a tanulók a pályaválasztással kapcsolatban. Akinek van már valamilyen kialakult elképzelése, akkor segítsék őt ebben, akinek pedig nincs, az pedig lehetőségei szerint irányt tudjon szerezni erre vonatkozóan. Úgy próbáltuk megszervezni egyébként, hogy azért nem teljesen igaz, hogy semmilyen hagyománya nincs, mert természetesen az előző években azért már nagyon sok felsőoktatási intézmény járt iskolánkban, ahol a végzős tanulóknak tartott tájékoztatást az ő intézményükbe való bekerülésről, illetve ottani lehetőségekről. És éppen ezt szerettük volna az idei tanévben egy picit rendezett formában felhasználni, ha már ilyen pályaorientációs napot tarthatunk. Ezért
gyakorlatilag azokat az intézményeket hívtuk meg, azokat a felsőoktatási intézményeket, akik az utóbbi tanévben gyakran jártak nálunk, vagy tőlünk sok tanuló szokott az ő intézményükbe menni, illetve néhány olyan intézménynek is lehetőséget adtunk, akik bejelentkeztek hozzánk, hogy ők szeretnének eljönni tájékoztatást tartani, és próbáltuk erre a napra szervezni az ő tájékoztatójukat. 8 iskola érkezett most hozzánk, a Pécsi Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Budapesti Gazdasági és Műszaki Egyetem, a Metropolitán Egyetem, az ELTE, a Neumann János Egyetem, vagy ahogy talán jobban ismerik, a GANF, a Dunaujóvárosi Egyetem és a Károli Gáspár Református Egyetem. Több helyszínen zajlik a mai esemény. Egyrészt a díszteremben mind a 8 egyetemnek van egy standja, vagy több is akár, ahol bemutatják azokat a dolgokat, amiket ők fontosnak tartottak saját egyetemükről, illetve további 7 helyszínen, különböző tantermekben és előadókban zajlanak foglalkozások, teljesen változatos jellegű foglalkozások, van, ahol a pontszámításról beszélnek, de van egy foglalkozás, ahol a versenyautó tervezésről esik szó, van olyan foglalkozás, ahol grafológia alapján próbálnak pályaorientációs tanácsokat adni, a pályaválasztással kapcsolatban hasznos tudnivalókról vannak előadások, úgyhogy nagyon színes és sokrétű programsorozatot szerveztünk a tanulóinknak. És mi alapján állították össze ezt a listát, hogy a gyerekeknek az érdeklődési köre, illetve azok az iskolák jöttek, ahova a gyerekek így inkább érdeklődnek irántuk? Igen, ahogy az előbb is mondtam, elsősorban olyan iskolákat hívtunk mi, ahova tőlünk sokan szoktak menni, és azt kértük a szervezés során, hogy tartsanak lehetőség szerint olyan előadásokat, amikre úgy gondolják, hogy a gyerekek vevők, tehát érdekes lehet a számukra, illetve az ő intézményüket megfelelően propagálja, illetve volt külön olyan fölkérés is pályaorientációs, pályaválasztási tanácsadással kapcsolatban, amit kimondottan mi kértünk a megyei munkaügyi hivataltól, Klement Orsolya személyében, ő már többször járt iskolánkban, és nagyon hasznos információkat szokott ebben a témában a tanulóknak adni. Az esemény egyik érdekessége volt, hogy az előadások többségét nem tanárok tartották, hanem jelenlegi egyetemi hallgatók, így a diákok közvetlenül tanuló társuktól tudtak kérdezni és informálódni. Ennek a fő célja nyilván az, hogy megismerkedjenek egy kicsit a középiskolás hallgatók, már egyrészt itt házon belül, másrészt pedig még a felvételi eljárás előtt az a lehető legtöbb felsőoktatási intézménnyel. Ugye én, illetve a kollégák, akik rejtünk a Szegedi Tudományegyetemet képviseljük egyszerből, mi kiemelten fontosnak tartjuk ezt, hogy a diákok első kézből kaphassanak hiteles információkat, akár hallgatóktól arról, hogy milyen is az egyetemi élet, mire számítsanak, milyenek a pontszámítási módszerek, milyenek a pontok, amikre nagyjából valószínűleg milyen pontszámokra számíthatnak, mik azok a dolgok, amikre tényleg szükségük lesz az, hogy sikeres egyetemisták, aztán pedig sikeres szakemberek szakértőké tudjanak válni. Én általánosságban tartok az egyetemről, a diáknak nyújtott szolgáltatásokról, ösztöndíjakról, lehetőségek az egyetemen belül. Van itt egy kollégám, aki ebből egy szettudományi kar képzéseiről beszél, hogy ott milyen pályák, milyen lehetőségek várják az érdeklődő hozzánk érkező hallgatókat. Van itt egy másik kollégám, aki a mérnöki kar által nyújtott szolgáltatásokról beszél, különös hangsúllyal a pneumobilra, illetve a sűrítetlenül hajtotta járgányainkra, hiszen a diákok általának fölmértük itt az érdeklődést, és arra jutottak az itt dolgozó kollégák, hogy az érdekelne a diákokat, hogy mennyire gyakorlati tudást tudunk nyújtani, mennyire nagy gyakorlati értéke van a diplomának nálunk, illetve vannak még kollégák a természettudományi és informatikai karról is, akik szintén a saját karukra vonatkozóan tartanak előadást, ők különösen a földrajzra és az informatikára fektették most itt a hangsúlyt, és arról beszélnek. A személyes tapasztalatom szerint az, hogy a diákokhoz egyrészt idejövünk házhoz, az nagyon nagy segítség, főleg azoknak a középiskoláknak, amik azért távol vannak egyrészt a Szegedi Tudományegyetemtől, másrészt pedig ugye az ilyen főbb megyei központú városoktól. Tehát egyrészt már az, hogy itt vagyunk helyben, az is segítség, másrészt pedig az, hogy személyesen vagyunk jelen. Tehát ez tényleg borzasztóan fontos. Én azt látom a diákokon, hogy amikor tartunk egy-egy előadást, bármennyire is próbálom, akár én magam is ezt interaktívá tenni, hogy akkor tényleg beszélgessünk, tudunk együtt nevetni, tudunk együtt feladatokat megoldani közösen, ugyanakkor mégis sokkal nagyobb a súly annak, hogy oda tudjon jönni személyesen, meg tudja kérdezni azt a diákot, aki itt van. Például ez is nagyon fontos szerintem, hogy diáktól tudjon kérdezni a hallgató, mert valahogy én azt tapasztalom, hogy sokkal hitelesebbnek tartja, hogyha egy hallgatóval beszél a diák, mint hogyha egy tanárral, mert egy kicsit felszabadultabb, egy kicsit őszintébb lehet. Én úgy látom, hogy ezt érzik, hogy ezek alapján működnek.
És mernek is kérdezni a diákok? Tehát ilyen érdeklődőek, nyitottak erre az egészre? Hála Istennek, igen. Nyilván van, hogy ez változó, az nyilván a diák személyiségétől is függ, tehát egy kicsit introvertáltabb, az ugye nehezebben veszi rá magát. De általában azok az emberek, akik így ilyen véleményvívők az egyes csoportokon belül, ők azért, hogy oda jönnek és kérdeznek, ők az, hogy meg szokta törni a jeget, és hála Istennek nagyon-nagyon jó kérdések vannak, nagyon sok gyakorlati kérdés van, nagyon érdeklődnek az iránt például, hogy milyen egyáltalán a padban ülni, milyen egyetemistaként, mi vár rá, lehet-e bulizni, ha lehet bulizni, akkor az igen, belefér az, hogy dolgozzon az egyetem mellett, milyen munkákat végezhet, tehát hogy nagyon-nagyon sok gyakorlati, nagyon jó kérdésük van, és erre örömmel válaszolunk, ezért vagyunk itt. Egy-egy ilyen alkalom nagy segítséget tud adni az iskola választás előtt álló diákoknak, bár vannak olyanok is, akiknek már határozott elképzeléseik vannak a továbbtanulásról. Én már nagyon közel járok ahhoz, hogy válasszak iskolát, és nekem ez már nem nyújt annyira sok segítséget, mert már döntöttem, hogy hova szeretnék menni, de szerintem az alsóbb éveseknek nagyon jó informálódás ez, hogy így ilyet megrendeztek itt nekünk. Én Budapestre szeretnék menni a gazdasági egyetemre, és azon is belül a gazdálkodás és marketingre. Mindig is ez érdekelt, ez mellett még az informatika, de jobban el tudom magam képzelni a marketing szakirányon. Itt a díszteremben több iskolának is van standja, ahol lehet kérdéseket feltenni a képviselőknek. Nekem a legjobban a Szegedi Tudományegyetem bölcsészkara tetszett, és azon is belül a spanyol szakirány. Köszönöm megtisztelő figyelmüket magazinunkra, jövő héten is jelentkezünk. Viszontlátásra!